elvállalta ezt a nem is olyan kis és nem is olyan könnyű feladatot, ami nem csak a mai napon van, hanem már egy csomó előkészület és megbeszélés előzte meg ezt a rendezvényt. Egy okos ember mondta, senki nem érhet önmagában, a másik nélkül, a találkozások nélkül nem élet az élet. Majd folytatja, hiszen azok, amik vagyunk, azoknak a találkozásoknak köszönhető, amelyekben részünk volt életünk folyamán, különösen a sorsdöntő találkozásoknak. Az Egyház megyei ifjúsági irodának köszönhetően, munkatársainknak köszönhetően, az ügyes csoportvezetőknek köszönhetően minden adva van, hogy ez a találkozó jól sikerüljön. Ezért fogok imádkozni, és még egyszer Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat. Én is köszöntök titeket az Egyház megyei különböző településeiről, különböző esperesi kerületekről, és örülök, hogy eljöttetek, talán a legmesszebbről a Felsőbányai jöttek, és a legközelebbről a Túrterebesiek. Bízom benne, hogy a mai, ahogy Daniel is mondta, egyben a találkozásoknak is a lehetősége. Ugye, hogy ti az idei, ez eltérően, illetve a tavalyi az eltérően nem bemutatkozásra kellett készüljetek, hanem szimbólumnak. Valakinek a segítségével én is hoztam nektek egy szimbólumot. És úgy gondolom, hogy Zakeusnak az életében és egy változás történt akkor, amikor az Úr Jézus belépett az ő életébe és szó szerint megszólította. Azt kívánom, hogy amikor innen hazamegyünk mindannyian, annak a szimbólumnak, amit én nektek hoztam, a részesek legyetek, mellettük bátran a Jóistennek a bohócai lenni, akkor is, ha kinevetnek benneteket és bennünket, akkor is, ha újjal mutogatnak ránk, mert Zakeusra is utólag újjal mutogatnak és kinevették, hogy bolond ez az ember. Én azt kívánom nektek, hogy tapasztaljátok meg, hogy milyen jó a Jóistennek a bohóca lenni. Mindenkinek jó itt létet, és érezzétek nagyon jól magam. Hát én is mutatom, ekkora nagy szeretettel üdvözlök titeket. Ugye az előttem szólók mondták, hogy ez egy ifjúsági találkozó, találkozunk is ismerkedünk. Ha körbenéztek, most jó sokan összegyűltünk és találkoztunk, úgyhogy én szeretném, hogyha egymást köszöntenétek egy hatalmas nagy tapssal. Sziasztok, én már Szevelin vagyok, a műsorvezetőtársam pedig Hitler András. Mi fogunk már kommunikálni veletek. Sziasztok! Hát a magátokban és rajzokban többnyire látszik, hogy a szimbólumokban az emberi fül. Ugye ahhoz, hogy minden nap meghalljuk Isten Jézus kérését, hívását, hogy a mi szívünkben akar megszállni, mindenek előtt szükségünk van némi csöndre, és szükségünk van nyitott fülekre. Most hát én azt kívánom ezen a nap mindenkinek, hogy lelkének nyitott fülekkel álljunk e kérés és a társaidok iránt is. Szépen mindenki! A mi szimbólumunk az egy Jézus Zakeus találkozásáról volt szó, tehát egy szemetes kuka úgymond, mert találkozásnál Zakeus megvált minden rossz szokásától, és azt jelképezik, hogy a rossz szokásai megjavul. Ezen a szimbólum. Ez az Jézust jelképezi, és a pénz a Zakeus vagyonát, ami Szépen volt a szegedhez. És a fa az meg a helyet, ahol Zakeus volt. Lennünk a bányászok felvonulnak, a fákásokkal együtt, és jelképezi a lelkükben a fényt. Sziasztok! Mi a Csanárosi Plébániára jöttünk, és mivel, hogy minden ember jelképpen kerülnek kereszt, ezért mi hoztunk egy keresztet. Szeretettel köszönöm mi is mindenkit, meg kellek a Fatimai Szűz Mária Plébániát templomról. Mi egy kis széket hoztunk, ami azt szimbolizálja, hogy Zakeus próbált egyet
Istenhez, ahogy áldásodott, és azt is, hogy mi nagyon szeretettel fogadjuk az egész kicsinyeket, akik jönnek hozzánk ministrálni, akik nem érnek fel az angolhoz, és oda veszünk a kis széket, hogy ők is el tudják érni, és ők is részt tudjanak venni a szentés elmenetében. A kép azt jelképezi, hogy ez zárkós fut a zöldet előtt, és esni kifel a dollárjai. Hát, na, ez a kép arra pusztít mindenkit, hogy ne legyünk önző, gonoszak, mindig bocsássunk el mindenkinek, adjuk vissza, ami nekik jár. Sziasztok! Mi a József-Láci Szentestvánkirály plébániáról jöttünk. Hát éve itt a szimbólumunk. A szimbólum közepén egy nyitott ajtós, azon belül egy virág található, és ez az, ami a mai napnak konkrétan a mottóját jelképezi, ami úgy hangzik, hogy ma a te házadban kellnek számon. Ez körülbelül egy szív, ami a szeretetet és a befogadást ábrázolja. Egy kis barnát hoztunk játékből, mert Jézus valószínűleg Jézusnál szállt meg. Egy szivacsot hoztak magukkal, és mindjárt is mondom, hogy miért. Igazi gyakorlott vendéglátó és egy vendégszerető ember, mikor a vendégek van, ugye vesz egy szivacsot, hogy legyen mondani a vendég megmosatodja. És mi vagyunk a vendégek ebben a gyorsan fejlődő és rohamosan változó világban, a vendéglátó pedig nem más, mint Isten. Amikor megépítette a házát, a földet és a mennyet, tudta, hogy lesznek vendégei ezen a földön, mi emberek. Tudta, hogy mi is elfelejtünk fürdőszivacsot venni, és vinni magunknak. Mert minden másra van gondunk, minden másra figyelünk, szarpancsnak gondunk, hát magunkat hozunk, de fürdőszivacsot az valamit mindig kifelejtjük. Isten pedig küldött engem, hogy egy fura hasonlattal éljek egy fürdőszivacsot, vagyis Jézust, aki magára szívja a bűneinket, a sérelmeinket, a vádolásainkat, a tévedéseinket, a gonoszságainkat, a sikertelenségeinket és a betegségeinket, ahogy a szivacs is a vizet magára szívja. Köszönöm mindenkit a Kalazati Szent József plébániától, és mi a kulcsot választottuk nyitott szívünk jeléül. Jelképesen átadva ezt a kulcsot Jézusnak, mutatjuk, hogy készülünk arra, hogy befogadjuk őt a szívünkbe. Köszönöm!
amelyet választottunk, egyben az ifjéről a jelképpel is, mint ahogy elmondtam, és számunkra Jézussal való szoros kapcsolatot testesítünk. Ő a középpont, mi pedig folyamatosan a vele való köteléket keressük, szeretnénk minél közelebb kerülni hozzá. Minden csoportvezetői munkánk vele kezdődik és vele végződik. Ő a biztos kiindulási pontunk. Kicsi szobrakoztunk, ami már nagyon régóta ott üldögek a polcon, hát picit poros is lett, meg lehet, hogy átférni egy kis mosás is, de hát senki sem tökéletes. Tökéletesen tükröz minket, mindenki egyéniség, hiperaktívtól megkezdve japán mágás, mindenkinek található nálunk. Egy fügefát hoztunk, amelyen remélem látjátok Zakeust. Zakeus. Tele volt pénze, meglátta Jézust, és odaadta a szegényeknek. Köszönjük szépen! A mi szimbólumunk egy szív, egy nyitott szív, ha kinyissuk az ablakát, ami a motton jelképezi, és azt, hogy mi is nagy-nagy szeretettel fogadjuk be a mi szívünkbe Jézust, ahogy Zakeus is befogadta. A mi szimbólumunk ugye a kávé, pontosabban a kávészem. Mint mindenki tudja, önmagában a kávé az használhatatlan. De amit hatunk rá, megfőzzük kávé, lesz belőle mindannyiunk ugye reggelének a szerves része. Ez úgy kapcsolódik a bibliai idézethez, hogy ugye Zakeus is a fán, egy más ember volt, és amit Jézus őt megszólította, gyökeresen megváltozott. Dicsőségről Jézus Krisztus, sziasztok! Igen, a plébánia közösségét szimbolizálja a két babok. Ahogy Jézus megszólította Zakeus, hogy a plébánián egymást szólítjuk, hogy na most ki mit énekpróbál, gyere, vagy most ilyen program, olyan program, és egymást kibogatjuk. Ezért így hívjuk a közösséget életre és egymást, és Jézus életlenettel persze. És a két baba, ahogy látjátok, különbözik, ahogy mi is. És szerintem mindenki úgynak, hogy bár különbözünk, de ha Isten házában vagyunk, akkor egyformák vagyunk, egyek vagyunk. Hallottok, én Máté vagyok, én meg Hát a bemutatom egy kicsit hiányos, úgyhogy kérdezem, hogy kinél van te házkulcs? Mit a kapjátok? Na, igen, van egy házkulcs. Csak ne kérdezzetek el otthon van a házkulcsért. Annyit mondanék, hogy ma a te házadban fogunk megtalálni. Amelyben számunkra szeretetet, örömet és békét hoz. Hát mi
színű, mivel ez a tisztaság színe. Jézus is egy tiszta ember megszállt Zakeus házában, és ő is várja az ő hívására, mi is csatlakoztattunk hozzá, persze rajtunk rá, hogy akarunk-e vagy sem. Házigazdák vagyunk, és köszöntünk mindenkit, mint házigazdák. Most a mi jelképünk, szimbólumunk egy nyitott ajtó, mivel mi is nyitott szívvel vártunk itt titeket Kontrebesen, ugyanúgy, ahogy Zakariás is, Zakeus is várta, bocsánat, Jézust az ő saját házában. Mi a Bárai szimbólumot választottuk, mivel Isten érdemességet akartuk ezáltal érzékeltetni. Mi mindannyian várjuk vagyunk, akiket Jézus elhagyott 99-et. Szimbólumként a készfogást választottuk, a modern korunk egyik köszönő formáját, a fügefáról lenyúlunk hét Zakeust, míg a másik rész Jézus ábrázolja. Ez magába foglalja Zakeus akaratát, mégpedig, hogy Jézussal szeretne találkozni. Mellettek döntöttek akkor, ennek köszönhetően a kettőnek Isten
velük tartott, és azóta a szülő döntése nem változott. Továbbra is folyamatosan mindig mellette döntenek. És mondjuk biztos a Székely Vicet, hogy a Székely öregasszony, az öreg néni panaszkodik a férjének, mondta, Jóska, mióta összeházasodtunk, soha nem mondtad, hogy szeretsz. És amikor biztos, hogy nem, aki állandott, mondja Jóska, azt mondja, figyelje. Mikor összeházasodtunk, mondta, nem szeretek. Mondta, na, ha változik valami szóval. Kíváncsi volt ez az akeus, de nem csak egyszerű kíváncsiság ez, hanem azt mondanám, hogy ilyen aktív kíváncsiság. Tehát ha csak egyszerűen lett volna kíváncsi, akkor hát szerintem ott maradt volna a tömegben, nem mozdul. De nagyon akart az Úr Jézussal találkozni, és ez arra mozgatta őt, hogy elinduljon. És olyat tegyen, amit abban az időben nem tettek, különösen felnőtt férfiak. Az Ószövetségben felnőtt férfiak nem szaladtak. A szaladunk, mert focinál is meg minden, de felnőtt férfiak az Ószövetségben a szaladást az egy kicsit szégyennek tekintették. De ez a Zakheus vállalja, sőt, fölmászik a fára. Fiatalokat, gyerekeket, én is másztam fára. Fiatalkorban ti is biztos, hogy voltatok, meg lesztek még, de időseket már azért nem nagyon lehet látni, hogy fára mászkálgatnak. De ez a Zakheus vállalja ezeket a veszélyeket, meg igen, azért, hogy találkozzon ezzel a Jézussal. Valamiért nagyon fontos volt ez neki, és képes volt arra, hogy olyan dolgokat megtegyen, amit talán más nem tett volna meg. Élt a lehetőséggel. Talán tudta Zakheus, hogy ha most nem találkozik az Úr Jézussal, ha most nem ragadja meg ezt a jóra való lehetőséget, többet nem lesz esélye. Az Úr Jézus elmegy, nem olyan, mint ma, beülünk az autóba, holnap is itt vagyok, valószínűleg ők gyalog jártak, tehát hogy nem biztos, hogy fog találkozni már vele. Ezért Zakheus él erre a jóra való lehetőséggel, vissza nem térő lehetőséggel. Most már valóban rengeteg pénze volt, és azt leküzdeni, hogy ezt a büszkeséget nem volt könnyű. Nagyon nagy akadály volt ezt a beképzeltségét. Vigyázzatok, majd gazdagok, lehet, hogy lesznek közületek is gazdagok, majd erre figyeljetek, túl beképzeltek, ne legyetek. Kicsit azt látjuk, hogy ennek megvan a veszélye. A harmadik a nép véleménye. Ez a visszatartó erő, hogy mit fognak mondani mások. Mit fog mondani a nép? A negyedik pedig, hát a visszatartó erő, ez a pénz. Volt egy, és van, tele van egy esetre hallgatva, nagyon jó kis jelkép. Tehát, hogy a pénz az eléggé visszatartó erő, lenni, mert az embernek megvan a pénze, akkor hajlamos arra, hogy az Istent elfelejti. Hát jól élek, minden oké, minden zsír, boldog vagyok, Isten nem kell. Mikor bajba kerülök, hú, akkor előveszem. Tehát, hogy az Zakheusnak erről a pénzről is egy kicsit le kellett mondani. Ilyet lehet csinálni.
folyamatosan kell burkolni, és akkor úgy los hombres. Así, así. ¿A dónde le gustan las
Megsimogat, ha én lennél velem.